Üdvözlök innen mindenkit a Ferenciek teréről. Így néz ki a felújított metró megálló. Ugye már két napja átadták, de én csak most tudtam eljönni megnézni. Úgyhogy egy kis körbetekintő videó lesz innen, ahogy Geri Kári mondaná, meg Pintyőke Zsolt. A design az, látjátok, ilyen. Ugye az a oszlopok megmaradtak. Itt van a tájékoztató tábla. És ugye most annyi változott, hogy a Ferenciek terét átadták, meg a Deák teret, tehát a metrók eddig is a Deák térig jártak, csak ugye utasokat nem szállítottak a Calvin térre, ez most megváltozott. És itt is ilyen mintázat van a falon. És így néz ki akkor középen. Itt van az új tájékoztató tábla. Ugye jelenleg ez a szakasza van csak lezárva. A Dózsa György úttól a Deákig, és nyilván a Lehel téren is áthalad, meg a Nagyvárad téren még a mai napig áthalad a metró, mert hogy jegyeit látszik is, az az állomás még átépítés alatt van. Ugye legkésőbb zárták le a Nagyvárad teret, meg a Lehel teret, ugye azok voltak a fordító állomások. És hát ilyen Ferenciek teteren, meg a, ugye nagyon sokáig le volt zárva, mert 2020. március 7-én zárták le, és most adták át. Hát, egyébként az Alany Jánossal egy időben, tehát az, a Szalai János nem adják át március 7-ig, már pedig most úgy tűnik, hogy nem fogják, akkor az 3 év alatt nem készült el. Tehát ugye majdnem 3 évig itt a Ferenciek tere is épült. Tehát hogyha ez korábban elkészült volna, akkor ugye eddig is járhattak volna a metrók. A Deák térig azért mentek el, mert ott lehetett fordítani. Hát és gondolom, itt is ferdepályás lift épült. Sőt, igen, már láttam a videókat a átépült állomásról, hogy bizony itt is egy felde lift van, de azt mindjárt meg is nézzük. Akkor a liftet azt most nem fogom megnézni, mert akkor új jegyet kéne lyukasztani. Elmegyek a Deák térig, aztán majd visszafele. Stér, végállomás következik. Innen metrópótló autóbusszal utazolnak tovább. Átszállhatunk az M1-es és az M2-es metróra. Next station is Deák Ferenc tér, where this train terminates. Metro replacement buses are available for now. Change here for Metro Lines M1 and M2. Deák Ferenc tér, végállomás. Kérjük, hagyják el a szerelvényt. Viszontlátásra! Deák Ferenc tér. This train terminates here. Please exit now. Goodbye. És itt van a betűfal. Deák Ferenc tér, végállomás. Kérjük, hagyják el a szerelvényt. A Göncárpád városközpont felé az M3-as pótlóbusszal utazhatnak tovább, mely az aluljáró aljelő kijáratánál a Bajcsi-Zsilinszky úton kijelölt megállóból indul. Deák Ferenc tér. This train terminates here. Metro replacement bus M3 is available from here to Göncárpád városközpont. Please board the replacement buses at the designated stop on Bajcsi-Zsilinszky út, accessible via exit A. Az állomás napi jellegzetességgel, ez a betűfal, és ez felújítás után szerencsére visszakerült. És akkor nyilván megújult itt a kettes metróra való átszállópont is. Mindjárt megnézzük azt is. És valahova épült egy akadálymentes feljáró is.
Nem tudom, hogy a 2-es metróhoz épült-e, vagy csak a 3-as metróhoz, mert kicsit itt lett volna a lehetőség, hogy a 2-es metrón is akadálymentes legyen az a deákféli megálló. Itt van a lift. Akkor ezt megnézem. És akkor kihoz ide az akváriumhoz. Szintén tájékoztató utánra. És ez akkor így lett akadálymentes. Akkor ezek szerint a 2-es metróra akadálymentesen nem lehet átszállni. Akkor itt vissza is megyek. És akkor a felújított Deák téri állomás. Ja, itt lehet átszállni a 2-es metróra. Ez pedig a kis föld alatti kijárata, ide nem épült lift. Akkor csak egy lift vezet. És a 2-es metróra nem lehet átszállni akadálymentesen lifttel. Itt is a két mozgó lépcső maradt meg. Akkor most megy ki a metró. És majd a fordítóvágány után visszajön a másik oldalon, és megy tovább kökire. Vagyis hát vissza kökire. Itt a felújított átszálló folyosó, nem semmi. Mondjuk itt igazából semmi nem változott, csak ugye új burkolatot kapott. Itt azt hiszem régen voltak itt ilyen vitrinek, mind a két oldalt. De hát azt majd meg kell nézem, amikor is a régi fényképeimet innen. Ebben most nem vagyok biztos. Hát, vagy csak túlon túl fáradt vagyok már. Nem sokat aludtam éjszaka. Az egyik burkolati elemet elvitte a cica, vagy itt mi történt. Nem hiányzik egy darab az álmennyezetből. Nem hiszem, hogy ez olyan dizájn elem, mint a keletinél. És innen a helyzet változatlan. Sziasztok, találkozunk egy következő videóban.